otthon, ott a lélek, mert mindennek kell hely. Nincs otthonod, nem élhetsz. Épp ezért egy otthon kell. Igen, furfangapó, de pontosan mit kell tennünk érte? Találni kell egy otthon. Nem élhettek, csak otthon. De hol lehet, de hol lehettek otthon? Az ötleteknek persze nem lesz híja. Van Capriban egy igen csinos villa. Sok ablak épp a tengerpartra nyílna. Furfangapó, ez igazán nagy lelkű ajánlat, de azt hiszem a kicsi pónik nem pontosan erre gondoltak. Nem? Jaj, gondoltam, de nincsen semmi gond. Ott a Colosseum pont. Ó, Róma, láthatok majd sok robot. Vagy miért nem tesztek úgy, mint Kleopátra? Költözzetek el a piramisába. Jó, erős. És most lement az ára. Ez fantasztikus. Nem kétséges, ez valóban gyönyörű hely, de mi nem igazán tudnánk itt élni. Ejha! Azt hiszem, kicsit válogatósak vagytok, ti pónik. No. Tovább. Egy indián sátor? Kunyhó jégtáblából? Egy bambuszház az ég se lenne távol? Vagy lássuk csak! Egy bakancslak! Tudom, nem túl magos, egy kicsit szagos. Megvan, ahol élni lehet, Taj Mahal, Sammes és Kelet. Tudom már, hogy mi kell, egy kényelmes hotel. Az ész megállít ott a szép Versailles. Most tényleg nem tudom, mi lenne jó. Nektek talán a mennyország való. Nagyon sajnáljuk, furfangapó, hogy ennyi gondot okozunk, de tudod, álombár különleges volt. Igen, nem könnyű más találni helyette, de neked biztos, hogy sikerülni fog. Nézd, furfangapó, a pónik számára álombár olyan volt, mint egy darabka mennyország. Mennyország? Attól félek, kicsi pónik, vissza kell jönnötök a földre. Egy kicsit várjatok, jönnek még századok, ahol mindig kromba kell járnotok. Jézusom, a fejem már kevert. A válaszra szánt időm is letelt. Nem lehet mindenki illemert. A válasz érdekel. Az édenkert. Ez az! Az édenkert. Köszönjük! Az édenkert.